A Magyar Honvédség emberei szeptember közepén így fertőtlenítették az egyik nyíregyházi idősek otthonát. Most hasonló eszközökkel az 5. Bocskai István lövészdandár katonáit is bevetették, akik egy gyors eligazítást követően elindultak az épületbe, hogy felvegyék a fertőtlenítéshez szükséges védőruházatot. A szakemberek szerda reggel a nyíregyházi Kródi Gyula gimnáziumban teljesítettek szolgálatot. A Magyar Honvédség alapfeladatai közé tartozik Magyarország, a magyar emberek biztonságának a szavatolása, annak a növelése. Itt is egy ilyen példát láthatunk, ugyanis a koronavírus okozta járványhelyzet hatása miatt például a mögöttünk lévő gimnáziumban is egy fertőtlenítési feladatot fogunk végrehajtani, annak érdekében, hogy az őszi szünet vége után a diákok, a tanárok egy biztonságosabb környezetben tudják folytatni tanulmányaikat. Ezért egy egészségügyi és 15 fertőtlenítő katona kézi permetezővel, magas alkoholtartalmú anyagokat használva fertőtlenítették az oktatási intézményt. Emellett országosan 57 olyan tanintézetben végeznek el hasonló feladatokat október 22-e és november 1-e között, ahol fertőzések voltak. Már tapasztalt katonák fognak ide érkezni, hiszen a koronavírus okozta veszélyhelyzet vonatkozásában már tavasszal végrehajtottak ilyen feladatokat, amikor is az idős otthonok fertőtlenítésében vettek részt, és többek között Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében itt Nyíregyházán is hajtottak már végre ilyen feladatot. Az iskolákat az Emberi Erőforrások Minisztériuma választotta ki. Információink szerint a Krúdiban a nyári szünetről visszatérve 11 osztályban összesen 16 diák volt koronavírusos. Ezek az osztályok akkor karanténba kerültek, és digitális oktatást kaptak. Ma már csak 3 tünetmentes diák van otthon, így az őszi szünet után már a megszokott renddel folytatják a tanítást. A fertőtlenítés fontos a megelőzés szempontjából, hiszen folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma. A ma reggeli adatok szerint elhunyt 43 krónikus beteg, és 2291 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 47.257 fő, közülük 263-an vannak lélegeztetőgépen. Az igazolt koronavírusos fertőzöttek száma megyénkben jelenleg 3495 fő.